Az écskai hallgazdaságban ezen az őszön mintegy 4000 tonna konzumhalat meg halivadékot kell kihalászni és biztonságos telelőtavakba helyezni. A halak gyarapodásában nem okozott kiesést a hűvös, csapadékos esztendő. A 25-26 fokos vízben dúsan fejlődött a plankton, amely a halak táplálékának 60%-át alkotja. A 2010-es évben 1700 hektáron tenyészettünk halat. Az átlagos halhozam 2,5 tonna körül alakul hektáronként. Eddig 11 néhány tavat halásztunk le, az eredményekkel elégedettek vagyunk. Pillanatnyilag nem igen jövedelmező a haltenyésztés, mivel nagyon lecsökkent a hal ára. Például a ponty kiskereskedelmi ára tavaly még 320 és 350 dinár között ingadozott, ma viszont 240-250 dinárba kerül. Közben a költségek megnőttek, és az euró árfolyama is növekedett. Így kifizetődőségről alig ha beszélhetünk. Európa egyik legnagyobb hallgazdaságában ezért a kivitel feltételeit igyekeznek megteremteni. A több éves monitoringgal járó folyamat befejezéséhez közeledik. A napokban megkapták az uniós állategészségügyi azonosítószámot, és a kiviteli azonosítószám érkezése is napok kérdése. Ezzel jogot nyernek az Európai Unióba irányuló exportra, ami egyedüli esélyük a jelenlegi helyzetben. Évente körülbelül 250 vagon konzumméretű pontyot nevelünk, ebből 150-200 vagonnyit tudnánk Európába szállítani. Az écskai ponty minősége kiváló. A kiviteli engedély megszerzése miatt 2 éve monitoring alatt állunk. Az Európai Unió illetékes vizsgáló szerve több ízben ellenőrizte az itt folyó munkát, és elégedett volt a látottakkal, tehát a minőségi elvárásoknak teljességgel megfelelünk. Az uniós országokban általában 4-5 euró körül alakul a ponty kiskereskedelmi ára, ami a felmerülő költségeket leszámítva is lényegesen magasabb a hazai árnál. Ezen kívül ott rendszeresebb a halfogyasztás. Az emberek nem csak a bőti időszakban esznek halat.